Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorban lesz egy kis kézműveskedés, ellátogatunk egy rangos fagyi versenyre, megismerkedhetünk a lándzsás úti fűszíruppal, végül pedig kirándulunk egyet Sziget-Szent Miklósra. Tartsanak velünk! Hatvan műhely nyitott ki a kézművesség világnapján. A rendezvény sorozathoz fehérváriak is csatlakoztak. A cél az volt, hogy megszerettessék az alkotást azokkal is, akik nem hivatásukként űzik. Szerte kitárultak a Magyar Kézműves Szövetség manufaktúráinak kapui. Egész napos workshoppal és vásárral várták az érdeklődőket német Orsiék is. És mi lehetne kellemesebb, mint egy diófa árnyékában elkészíteni a saját nyakláncukat. Fúrni is fogunk együtt, forrasztani is fogunk együtt. A kézművesség világnapjához kapcsolódó országos rendezvény célja, hogy népszerűsítsék a kézműves tevékenységet és hangsúlyozzák azok értékét és minőségét. Hajlítottak, formáztak, kovácsoltak a résztvevők. Egy nyakláncot készítek Orsi instrukciói alapján. Valahogy hajlik, tekeredik a forma. És nagyon szép. Aztán lesz belőle valami. Nagyon szép. Ja, aztán... Ez saját ötlet, hogy milyen formában öntöd? Ahogy tekeredett, úgy sikerült, igen. Igen, szerintem készen van a forma. Mennyire nehéz munka ez? Ez nagyon könnyű volt. Könnyű. Pikpak kanyarodott, és készen van. Akkor azért könnyű sikerélményhez jutni itt az Orsinál? Most csináljuk először ilyet, de igen, nagyon tetszik. Haza is viszed, amit készíted? Haza vihetem? Szerinted? Remélem, igen. Igen. A magyar alapanyagokból dolgozó német Orsi 30 éve készít ékszereket. 2013 óta lányával együtt alkot, aki szintén ékszerkészítő lett. A kézműves azt mondja, aki eddig nem próbálta, el sem tudja képzelni, milyen sokat ad, ha valaki a saját kezével létre tud hozni valami szépet. Úgy jön ide valaki, hogy még életében nem fogott a kezében ilyen alapanyagot? Igen, az előbb ment el két hölgy, úgyhogy Úristen, nem is tudod, hogy nekem erre mekkora szükségem volt. Azt mondta, soha nem tudtam elképzelni, hogy én ilyen részmunkákat meg tudok csinálni. De tulajdonképpen ez is az üzenete, gondolom, ennek a napnak, amihez csatlakoztatok. Igen, pontosan ez, hogy segíteni ahhoz, hogy az emberek a mindennapjaikban végezzenek olyan tevékenységet, amivel sikerélményhez jutnak, hogy nem kell mindig nagyon nagy dolgokra gondolni, hanem egészen apró dolgok elkészítése is okozhat nagyon nagy örömet. A Magyar Kézműves Szövetség tagjai vagyunk, és így egyértelmű volt, hogy mi is csatlakozunk ehhez a szerintem nagyon-nagyon-nagyon jó kezdeményezéshez, hogy egyszerre 60 műhely nyit ki. Én 10 éves korom óta kézműveskedek, és nekem ezt kimondani, még mindig olyan libabőrös vagyok tőle, hogy 60 műhely egyszerre kinyitott. Szóval, hogy ez szerintem nagyon nagy dolog. Mennyire rögös út ma Magyarországon kézművességből egy vállalkozást építeni, és amellett, hogy valami szépet ad át az ember, nyilván ez valamiféle egzisztenciát is kéne, hogy nyújtson. Ha most kezdi el valaki, azért nem annyira biztatnám, hogy most kezdje el. Én nagyon régen kezdtem el, 33 éve, akkor most már kiépült annyira, hogy merünk erre építeni, de hát nagyon sok munka. Tehát nem összehasonlítható egy munkahelyen végzett munkával, mert folyamatos gondolkodást igényel, tehát sosem lehet. Mikor azt hiszik, hogy van egy kész rendszer valamire, akkor biztos, hogy minden borul. Nagyon nehéz, nagyon jó minőségű dolgokat készítetni hozzá, tehát maga az ezüstözés, vagy bármi más részmunka, az mindig bizonytalan, és itt olyan dolgoknak kell a kezünkbe lenni irányítás szintjén, amit nem is gondolnának. Tehát mi nem használunk fel például nem magyar alapanyagot. Olyat igen, hogy persze, amit nem tudjuk, hogy a rezet honnan hozzák be, mert már nincs részhúzás Magyarországon, de amíg volt, addig magyar húzott rezet használtunk. Orséknál eddig nem voltak gyakoriak az ilyen jellegű közösségi programok, most azonban azt mondják, kedvet kaptak a workshopokra, így a jövőben terveznek továbbiakat is.
Áfonyás Vargány, a Mezei Kakukkfüty, Medgyes Mákos Beigli, csak néhány fantázianév azok közül, a fagyi közül, melyekkel a résztvevők a 2021-es év fagylaltja régiós döntőjére neveztek. A rangos versenynek Székesfehérvár adott otthont. A székesfehérvári Damnicki cukrászda adott otthont a Magyar Cukrásziparosok Ipartestülete által meghirdetett év fagylaltja verseny 2021-es régiós döntőjének. Az eseményre Győrmoson, Sopron, Vas, Veszprém, Komárom, Esztergom és Fejér megye legkiváló fagylalt készítői nevezhettek két kategóriában. A megmérettetések egy nagyon klassz reklámértéke is van, illetve gyakorlatilag a szakma is folyamatosan fejlődik tőle. A szakmánk alapból egy kreatív szakma, de azért így a kis hétköznapokban, ilyen kis mókuskerékben azért bele kényszerülnek a kollégák. Ilyenkor muszáj, hogy ebből kijöjjenek, elkezdenek gondolkozni, alkotni, új ízpárosításokon gondolkozni. Úgyhogy ezzel a szakma is fejlődik, a nevező cukrászdák is fejlődnek, és hát azt gondolom, hogy a vendégeknek a megelégedésére is szolgál ezek a fantasztikus új fagylaltok. Damnicki Balázs cukrászmester a versenyre való fagylalt készítés rejtelmeiről osztotta meg tapasztalatait. Kiszelektáljuk azokat az ízeket, vagy kiemeljük azokat az ízeket, megkeressük, amik a legintenzívebb ízek. Tehát általában az a tapasztalat, hogy semleges, ilyen naturális íze nem érdemes indulni, mert ugye a zsűri végkóstol 15-20 fajta fagylaltot egyet abban, azok az ízeket találják meg ők is maguknak, amelyiknek intenzívebb az íze. Tehát már alapból azokkal az ízekkel, vagy színekkel érdemes kezdeni, ami karakteresebb. Szűcs Árpád a zsűri szerepéről és a versenyképes fagylaltok elkészítéséről beszélt. Ami igazán tapasztalat, az az, hogy a név, ami föl van írva a fagylaltnak a táblájára, az nem mindig szokta tükrözni azt, amit megkóstol az ember. És ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy aki készítette cukrászt, vagy fagylaltmester, nem elég rutinos, vagy nem elég jó, hanem inkább azt tükrözi, hogy nem mélyült egészen el benne abban, amire jelentkezett. Ugye ez egy fagyi verseny, és a fagyi verseny, hogyha egy nyersanyagot szeretnék megmutatni, mondjuk a csokoládé mellett, ilyen nem volt most, hogy mondjuk, hogy legyen szarvasgombás, akkor az nem azt jelenti, hogy elmegyek és a következő sarkon a delikátesbe veszek szarvasgomba olajat, és beleöntöm, és akkor ettől szarvasgombás. Mert le kell ilyenkor kapcsolni a villant, és be kell csukni a szemünket egy 20 percre, mert szarvasgombát egyébként lehet kapni kandírozva is. Mi lenne, ha én kandíroznám? Mi van, ha nem csak olajat csinálok benne, lehet porralakba csinálom meg, tehát azt teszem bele, és 4-5 arcát megmutatom a szarvasgombának, amellett, hogy egyébként sok fajlatot kóstolok. Tehát a zsűri, amit keresett, és egy nagyon picike hiányérzete volt, az ez volt. Az alapkategórián kívül az Egy a természettel természeti és vadászati világkiállítás tiszteletére idén egy olyan kategóriában is lehetett nevezni, melyek meghatározó ízei Magyarország erdeiben és mezein megtalálható összetevőkből erednek. A cukrászda vásárlóinak is felkeltették az érdeklődését a különlegesebb nevű és ízű fagylaltok, mint például a szeptember. Rákérdeztem, hogy egyáltalán ez mit akar. Ez többféle sajtból a sajttortához hasonlít. Sajttortát azt szeretem, gondoltam, hogy ezt kipróbálom. Olyan nagy a választék, hogy nehéz választani, hogy melyik az, ami úgy jól lenne mindegyiket végigkóstolni. Milyen ízű fagyit eszel most? Medgyes Mákos Beigli és ilyen gesztenyés. Hogy ízlenek a fagyik? Én szerintem finom. A gesztenyét meg a mákot, azt nagyon szeretem. A régiós döntő eredményei végül a következőképpen alakultak. Az első kategória első helyezettje Márton Brigitta és a balatonfüredi Bagaméri fagylaltozó fagylaltja az édes tejföl Cumberland mártással. Második helyezett Staracsek Ádám a Komáromi Jánoska cukrászdából az aranymangó nevezetű fagylaltal. A harmadik helyet ezzel együtt a vigaszági helyezést pedig a mangó és citromnád fagylalt szerezte meg, melyet Damnicki Balázs álmodott meg a székesfehérvári Damnicki cukrászda képviseletében. A második kategória, melyet Magyarország erdeiben és mezein megtalálható ízek hívtak életre, első helyezettje a Mezei Kakukkfüty, melynek készítője Rejf Ferenc a Polgárdi Dok cukrászdából, a második helyet pedig Márton Brigitta és a balatonfüredi Bagaméri fagyizó szerezte meg a Berényi Gesztenye Fantázia nevű fagylalttal. Az országos döntőre július 5-én hétfőn kerül sor az Ipartestület budapesti székházában, melyet ünnepélyes díjátadó követ majd. A természetes gyógymód sokszor kertünk végében is megtalálható, de egy-egy erdei mezei séta során is begyűjthetjük a házi patika csodaszereit.
Következő sorozatunkban Lencsés Rita gyógynövény szakértőtől megtudhatjuk, hogy milyen csodálatos hatásai vannak a lándzsásúti fűszirupnak. Itt vannak a lándzsásúti füvek. Arra figyeljünk, hogy párhuzamos erezetű levélről van szó, és egyesével szépen kicsökkentjük. Ez pedig már egy gyönyörű lilában pompázó kakukk fűmező, melyről érdemes ollóval szüretelni. Emellé nem is kell már más, csak 1 kiló cukor, sok napsütés és néhány üvegcse, hogy házi készítésű kakukk füves lándzsás úti fűszíropot készíthessünk. Egy újabb gyógynövényre hívom fel úgymond a nézők figyelmét. Ő a lándzsás úti fű, és igazából ilyenkor már virágzik, tehát nyáron már elkezd virágozni, ez is sokat segít a felismerésben, hogy tényleg hogy néz ki, hol keressük. A virága egyébként árulkodó, hogyha mondjuk már egy nagyobb mezőn sétálunk, akkor az ember nem tudja, hogy hova nézzen le, hol keresse a lándzsás útifőt, akkor sokszor egyébként a virága jelez, hogy ott a tövében találhatók igazából a levelek. A leveleire meg arra szoktunk nagyon figyelni, hogy párhuzamos erezetű levélről van szó. A lándzsás úti fű hallatán sokaknak az abból készült szirup, illetve cukorka juthat eszébe. Mindkét termék kiválóan gyógyítja a megfázásos, köhögéses légúti megbetegedéseket, ugyanis míg a növény szaponin tartalma miatt köptető, addig nyálka tartalma miatt kiváló nyugtató hatással is bír. Emellett kevesen tudják, de tartalmaz egyébként C-vitamint. Ez azért is fontos, mert ehető növény, tehát akár még salátába is, vagy fűszervajba szokták beletenni, illetve van benne egy olyan hatóanyag, ami gyulladáscsökkentő. Általában ez akkor érvényesül, hogyha nem éri hő. Viszont ezt tényleg fontos tudni, hogyha mondjuk ilyen torokgyulladásos tüneteket, vagy akár külső sérüléseket, sebeket akarunk kezelni vele, ennek a testvér egyébként a nagylevelű, vagy széleslevelű útifű, azt inkább sebekre alkalmazzuk, akkor inkább nyersen alkalmazzuk. Illetve azt szoktam javasolni, hogy hidegen készítsük el a lándzsás úti fűszirupunkat, amit házilag tudunk elkészíteni. Tehát a lándzsás úti fűszirup, tehát légúti problémákra nagyon jó, köhögésre, főleg köhögéscsillapítás és köptető hatása, gyulladáscsökkentő, torokgyulladás, kékegygyulladást is szoktak vele kezelni, nem feltétlenül a szirup, hanem akkor már inkább teába alkalmazzák, de egyébként bélhurutra, gyomor problémákra is, mert a nyálka tartalma az nagyon jó bevonószer, és nem csak tényleg itt a légutaknál, hanem egyébként a gyomornál, a gyomorfalán, illetve a bélfalán is egyébként kifejti a hatását. Úgyhogy erre is használják, egyébként még méregtelenítésre is használják. Vértisztító hatása van, májregeneráló hatása van. Érdemes tudni, hogy az elvirágzást követően összegyűjtve és leszárítva a növény magját, akár főzve, vagy csak hidegen áztatva nagyon jó rostartalmú készítményt tudunk előállítani, ami kiváló székletlazító, méregtelenítő hatással bír. De most akkor lássuk, hogy készül a házi lándzsás úti fűszirup. Ennek az a forca, hogy amikor frissen leszedjük ugye a lándzsás úti fű leveleket, próbáljuk azért ne forgalmas út mellől szedni, ne is a mezőgazdasági területek mellől, hanem próbáljunk egy viszonylag tiszta környezetben szedni lándzsás úti fű leveleket. Ennél a növénynél megengedett, hogy akár le is moshatjuk. Tehát, hogyha nagyon porosnak tűnik, akkor nyugodtan ezt lemoshatjuk, ennek nincsen illóolaj tartalma, ugye nagyon sok növénynél tilos az, hogy víz érintkezzen, mert lemossa róla az illóolajat, lemossa a virágport. Ennél az egynél ez nem okoz problémát, tehát akár vízesen is beletehetjük majd így a befőttes üvegbe. A lényeg, hogy egy únyi réteget fogok így belerakni, és azért nagyon fontos, hogy még frissen szedett levél legyen, mert benne még megtalálható a nedvesség, és majd ahogy elkezd izzadni, úgy fog reakcióba lépni igazából a cukorral, és azt fogja szépen feloldani. Tehát legalább egy újnyi réteget fogunk így belenyomkodni az aljába,
utána jöhet egy újnyi réteg cukor. És így fogjuk egyébként rétegezni. Nagyon ritkán szoktam így naturan csak lándzsás úti fűszirupot készíteni. Én általában mindig kombinálom más gyógynövénnyel is, természetesen szabad. Amit én szoktam javasolni, az a kakukkfű, azt is szedtem, úgyhogy majd azt is fogok majd beletenni, de egyébként szoktam javasolni esetleg pemetefüvet, mert annak is nagyon jó a köhögéscsillapító hatása, de tehetünk mentalevelet is, tehetünk bele akár zsáját, mert a zsájának meg nagyon jó gyulladás csökkentő hatása van, tehát ilyen torok problémákra. Tehát tényleg nagyon sokféle növénnyel kombinálhatjuk azért ezt a szirupot. Amennyiben valaki idegenkedik a sok cukortól, ne alternatív édesítőt használjon, mézzel váltsa ki azt. Ebben az esetben a befőttes üveget meg kell tölteni a frissen szedett gyógynövénnyel, majd arra kell csorgatni a mézet. Amikor elkészült, ezt a keveréket semmiképp ne tegyük a napra, mert megforr. Egyébként nagyon össze fog esni, mert ez is tele volt, és olyan felére esik majd össze, attól ne ijedjünk meg. Ilyenkor szoktam mondani, hogy akár egy-két hét múlva, amikor összeesik, egy újabb réteget tehetünk rá. Aztán újra és újra, tehát akár többször rétegezhetjük. Egy kis kakukkfűvet is teszek hozzá, mert a kakukkfűnek is nagyon jó köptető hatása van, nagyon jó fertőtlenítő hatása van, tehát tényleg nagyon sokat tud segíteni, és együttműködik az úti fűlevéllel. Nem csak felnőtteknek, hanem szerencsére igazából ezt bármely korosztálynak, gyerekeknek is javaslom, hogy alkalmazzák. Arra kell csak figyelni, hogy a fogyasztása probléma esetén, ugye általában, hogyha ebben szűrjük le, akkor egy alkalom egy ilyen evőkanálnyi, de abból csak háromszor per nap. Mert ha többet eszünk belőle, akkor előfordulhat, hogy túlzottan lazítja majd a székletet, és akár hasmenést is okozhat. Úgyhogy erre azért figyeljünk. Viszont ez jó hír azoknak a szülőknek, akiknek a gyerekei esetleg székrekedéssel szenvednek, hogy van, mikor ilyen szirupokkal oldják meg a székletlazítást. A tetejére kerüljön az utolsó réteg cukor. Mivel a gyógynövényben lévő nedvesség nem rögtön lép reakcióba a cukorral, a folyamatot kicsit megsegíthetjük. Töltsünk egy kevéske körülbelül 3-4 cent vizet a keverék tetejére. Fontos, hogy ne legyen túl vizes, mert akkor elkezd erjedni. Lezárt tetővel ezt viszont tűzőnapra kell kitenni, hogy tényleg érje a napfény, és akkor reakcióban lép a növény, és akkor körülbelül azért minimum 3 hónap, mire ezt az állagot elérjük, de van, hogy akár 4-5 hónapot is kell várni. Azért is érdemes vagy májusban, vagy júniusban kezdeni ennek a szirupnak a készítését, hogy őszre elkészüljön. Akkor megmutatom, hogy szűrjük le, tehát amikor látjuk azt, hogy már tényleg folyékonnyá válik a szirup, akkor leszűrhetjük. Attól ne ijedjünk meg, hogy a levél is megbarnul benne, ez természetes, tehát benne ázik. Attól se ijedjünk meg, hogy sokszor egy ilyen 7 decis üvegre azt gondolnánk, hogy akkor körülbelül majdnem fél liter szirupot nyerünk, hát nagyon ritka. Általában ebből egy olyan 2 deci, ha kijön, akkor még nagyon ügyesek voltunk, mert sajnos ugye magába is szívja a nedvességet a levél, illetve nagyon sok helyen azért a cukor nem tudott elolvadni, tehát azon szilárd marad, azt meg azzal nem nagyon tudunk mit kezdeni. Jó, most megpróbáljuk ebbe a kis üvegbe beleszűrni. Aki jónak látja, tegye az üvegcsét hűtőbe, de igazából a cukor mennyisége miatt szükségtelen. Az eszencia nem fog megerjedni, nagyon sokáig, akár évekig is eláll. Előfordulhat azonban, hogy valaki csak később jut alapanyaghoz, ilyenkor főzéses eljárással is elkészíthető a csodaszer, akár szárított gyógynövényből is. Ez szemmértékre, ugye minél kevesebb vizet kell beletenni, viszont az nem elég, hogyha csak megkaramellizáljuk a cukrot, tehát valamennyi kis vizet mindenképpen fel kell vennie, és amikor forr, akkor fogom majd beletenni
Ugye a frissen szedett lendzsesúti fűlevelet, esetleg akkor választhatunk még más gyógynövényt is, hogy mentát is szeretnénk beletenni, vagy zsáját, vagy szeretnénk kakukkfüvet, akkor azt is hozzákeverhetjük, de így magába is. De hogyha tényleg már nagyon későn jut eszünkbe, az se baj, tehát szárított növényt is tehetünk bele, és úgy főzzük meg a szirupot. Elkezdett forni, úgyhogy szép lassan beletesszük ezeket a leveleket. Pár percig kell főzni. Amikor azt vesszük észre, hogy már kezdi megszínezni a cukros szirupunkat igazából, amikor már kezd sárgulni, nem muszáj barnának lennie. Összeesik a növény közben, úgyhogy még nyugodtan tehetünk hozzá. Akkor, akkor leszűrjük azt a szirupot is, amit főztünk. Ne ijedjünk meg, hogy ennek nincs annyira barna színe, viszont hatóanyagok kijöttek belőle. Ennek ilyen színe lett, egy kicsit túlt töltöttük, de tökéletes. Igazi kikapcsolódásra számíthat az, aki Sziget-Szent Miklósra látogat, ott ugyanis sétahajókázásra várják a természetkedvelőket. A kiránduláson a Duna-ág növény- és állatvilágát ismerhetik meg az érdeklődők. Akinek pedig nem elegendő a vízen töltött másfél óra, az csatlakozhat a szeptember 11-i Csepel-sziget kerüléshez is. Az úgynevezett felnőtt barát program alkalmával 12 óra alatt egy megállót beiktatva összesen 120 kilométert tesznek majd meg a vízitúrázók. Ezen a kiránduláson a szigethalmi holtág, akik megy el a hajó, ez nagyjából ilyen 5-8 kilométert jelent lefelé, déli irányban Ráckeve felé, és onnan fordul vissza a hajó ide a Sziget-Szent Miklósi kikötőbe. Hát a Duna-ág látványossága az az úszólap, ami ugye egy olyan növénytársulás, amely rendkívül sok állatnak és növénynek ad otthont. Vezetett túrák lesznek ezek? Tehát lesz, aki elmondja a látnivalókat útközben? Igen, természetesen a hajó vezetői tartanak egy rövid idegenvezetést is, illetve hát érdekesség még, hogy ugye milyen híres embereknek van itt még nyaralója, még ezt is meg szokták említeni. Milyen időtartam a kirándulás? Másfél órás, és mint említettem, ugye három turnust tervezünk, tehát az utolsó az délután 13:30-kor fog indulni. Milyen egyéb kísérő programok közül válogathatnak, akik ide érkeznek a sétahajókázás előtt vagy után? A helyszín, ahol vagyunk, itt a Sziget-Szent Miklósi tanösvény található, ez egy 600 méter hosszú kiépített tanösvény, valamint található itt gyermekjátszótér, esetleg egy kis frissítőt, aki szeretne, az ugye a büfében egy jó lángost vagy egy zsíros kenyeret tud fogyasztani, valamint itt a Dunaparton lehet egy kiadós sétát tenni. Visszatérve egy kicsit a hajókázásra, milyen feltételek mellett vehet részt a hajókázáson az érdeklődő? Tekintettel arra, hogy a hajón 30 fő a létszámkorlát, így előzetes jelentkezéshez kötött a részvétel. Tekintettel ugye a járványügyi intézkedésekre, ilyen tekintetben mire kell számítani? A személyszállításra vonatkozó szabályok irányadóak, tehát védettségigazolvány nem szükséges a programon való részvételhez, viszont maszkot mindenképpen szeretnénk kérni, hogy hozzanak magukkal az utasok.
aki előre szeretné tervezni a hétvégi programot, milyen felületen tud utána nézni ezeknek? A programnak a www.kisdunamente.hu weboldalon tudnak utána nézni, és ott van az elérhetőség is, hogy hogyan kell jelentkezni a programra. Érdemes ellátogatni a nyári szünetben Sziget-Szent Miklósra. Egyrészt, mert ott található a Hungarikumnak számító Magyar Gompoci háza és a Csepel Autógyártmány Múzeum is, másrészt sétahajókázni is lehet. Július és szeptember 2., augusztusban pedig a hónap 3. vasárnapjára várják a vízi világ szerelmeseinek jelentkezését. Kedves nézőink, az Együtt magazin most nyári szünetre megy. A következő néhány adásban válogatást láthatnak korábbi adásainkból. Szép nyarat kívánok!